Újra itt vagyunk a Sportverda stúdióban, Ada, Gyulai, Viki, én Tordai István vagyok. Tudjátok-e, mi az a 3000 köbcentis V6-os TFS-i benzinmotor? A benzin az, hogy benzinnel megy, az biztos. Akkor nem lehet turbó. Hát de lehet. Lehet benzines is turbó. Turbó és injektor. Szakmai magasságokban nem tudom, mi az F. Turbo F, szuper injektor. Ne feszegessük tovább. Szerintem nincs ember a Földön, aki kedveli ezt a látványt a visszapillantó tükrében. Tudom még fokozni. A felsőbbrendűség kinyilatkoztatása némi megfélemlítéssel. Az az igazság, hogy ez a kocsi pont erre való. Audi A7 300 ló. Háromezres V6-os, úgynevezett TFS-i benzinmotor, 440 Nm-es nyomatékkal alkalmasint óriasan tombol. Fogyasztása 8,5 fölött jóval, ha nagyon tapossuk, ha nem, akkor kb. Annyi. De akinek egy ilyen rettentően gyors és nagyon hosszúkás luxusirodája van, az nem hiszem, hogy foglalkozik deciliterekkel. Bár, ha jól tudom, sokkal több dízelt adnak el A7-esből, mint ilyen benzinest. Nem értem. Na mindegy. Hétfokozatú DSG váltó serénykedik alattunk, meg a legendás quattro összkerékhajtás. Nagyon egyben van ez a német metal banda. És milyen szépen szól. Tudnak egyébként komoly zenét is játszani, de benne van a levegőben, hogy bármikor felrobbanhat a színpad. Hátsója lapított és feszes. Oldalról hosszú, lapos, olyan végtelenül kellemes, és bizony ott bújik a formájában a jó öreg százas, vagy ahogyan sokan hívtuk, Szivar Audi. Orcája szavak nélkül beszél, és azt mondja, húzzon mindenki a francba. Az utastér szép, olyan németesen Audisan tökéletes. Extra annyi van, hogy inkább bele se kezdek. Minden van, ami kell, meg az is, ami annyira nem. Hivatalosan ez egy luxus kupé lenne, persze tudok róla, hogy a kupékkal ellentétben itt hátul van még két ajtó, de hát így hívják. Hasonlatos az Audi A8-ashoz, csak annál vagányabb. Vagyis, ha valaki A8-assal jár, az valószínűleg komoly, sikeres üzletember, rendezett családi háttérrel, aki pedig A7-essel, annak hasonló az élettörténete, néhány mindenre elszánt, jobb életben bízó titkárnővel kiegészítve. Ezeket a gyűrűket a nők akarják, de nagyon. Ezeket pedig a férfiak. Meglehetősen hosszú, közel 5 méter. Az orra már az egyenesben dorbézol, miközben a hátulja még ki sem jött a kanyarból. És széles. Csoda, hogy elfér az úton. 5,6 másodperc. Ennyi idő alatt van 100-on. Az gyors. Tudom, hogy nem egy kategória, de hasonlításképpen ez a kocsi gyorsabb, mint például a Fiat 500 Abarth. Pedig háromszor akkora. Amikor új volt, olyan 20-30 millió forint között kértek érte. Most így 5 évesen 11 millió. Ha bérelni akarnánk, az 300 ezer per hó. Tehát nem olcsó. Még mindig nem olcsó. Szép és intelligens, de túl nagy és fényűző ahhoz, hogy a külvilág fenntartások nélkül szeresse. De aki bent ül, az a legjobbat kapja. És annak fülébe folyton azt súgja ő nagysága, ha valakinek baja van veled, az attól még mindig csak az ő baja.